Tisztelt vendégeink, a Göncz Árpád szobor leleplezése következik. Felkérem dr. Tóth József polgármester urat és Göncz Árpád gyermekeit, hogy vegyék le a lepet a szoborról. Göncz Árpád Nézőpont című szobrának alkotója Erős Apolka Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, a Magyar Szobrász Társaság alelnöke. A művésznél vallja, hogy nagyjaik megítélése változik az idővel. Változik az emlékállítás formája, igénye is. Az emberi értékek, a humánum, a család, a hazaszeretete azonban örök erénye. A művésznő által megjelenített Göncz Árpád az, aki a kötelékek megtartásán, építésén munkálkodott. A Nézőpont című szoborral az embert kívánja ábrázolni, az elnök úr nézőpontját a mi szemszögünkből. És most hallgassuk meg elnök úr egyik kedvenc dalát. Bródy Sándor, Bródy János, Istenem, Bródy János, Ha én rózsa volnék. Előadja a szerző Bródy János kossuth-díjas művész.